Szia, köszönöm a kérdésedet. A fegyverek csövét érdemes játékonként kitakarítani, de hogyha annyira nem szeretnétek, vagy lusták vagytok, akkor egy 2000 lövésenként azért takarítsátok ki, Elkoszorodott csővel romolat a lőkép. A fegyvereknek a gyári dobozában szokott lenni egy ilyen műanyag csőtisztító vesző. Ez viszonylag törékeny, tehát mit tudom én, egy pár tucat takarítás után simán el tud törni, főleg itt a legvégén. Ez. Ha nektek nem volt ilyen a dobozban, vagy már eltört, akkor csak ezért ilyet venni már nem nagyon tudom, hogy hol lehetne egy másik fegyveren kívül, de lehet venni a Decathlonban fegyvertisztító készletet. 22-es kaliberűt választatok, mert a, a, nagyobb kaliberű nem fog belemenni a csőbe, vagy összekaristóhatja a csövet. Ennek a része három darab fej, a firc fejet fogjátok használni leginkább, tehát nem a, szerint nem a réz ilyen drótkeféset, hanem a fircfejet fogjátok használni, és ez a pálca, ez három elemből van összeállítva, variálható hosszúsága, tehát ez a leghosszabb, hogyha mind a három össze van rakva, és ezzel is lehet takarítani, és nagyon fontos, hogy először denaturált szesszel kell, tehát egy, 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 kendőt, egy ilyen kis papírtörlő kendőből letéptek egy csíkot, a csíkot belefűzitek ide, vagy eleve a magát a fircet, hogyha már ez a készlet van, a fircet nagyon vékonyan csak bele, beledugjátok, és rögtön lehúzzátok a fölösleget, és ezzel végig lehet takarítani a csövet. Arra azért figyeljünk, hogyha több fegyver van, és csak egy pálca, hogy nézzétek meg a pálca hosszát, tehát hogy az értelemszerűen nem fog elérni addig, ameddig kell. Tehát a, 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 kamra környékén van a hopap, így eddig kéne betolni. Az sem baj, hogyha a hopap gumira is rámegy ez az alkoholos de szesz mert a hopagumén is van szennyeződés, tehát hosszabb pálca jobb, és ha kitakarítottátok a alkoholos részével, akkor utána még szárazon addig kell törölgetni, újabb és újabb tiszta csíkokkal, amíg el nem tűnik a kihúzott papírkendőkről a kosz. Ha egy fegyver még nem volt takarítva, vagy gyári, tehát a boltban megvásárolt fegyvert is azonnal takarítsátok ki, mert eszméletlen mennyiségű kosz van benne gyárilag. Meglepődnétek, ha még nem takarítottátok ki. Szóval igen, fegyvert takarítani nagyon hasznos. Szia!